Nyakunkon a vakáció és vele együtt a strandszezon. A Soproni Vízmű ZRT kezelésébe tartozó fürdők már megnyitották kapuikat és fogadják a vendégeket. A tapasztalatok szerint általában a július a legzsúfoltabb hónap a strandokon, tavaly például csak júliusban a Lövérfürdőben több mint 35 ezer vendéget fogadtak. Strandra megyünk tehát most a Mozaikban, köszöntöm a Sopron Televízió nézőit, és köszöntöm mai vendégemet, Varga Tibort, a Soproni Vízmű ZRT fürdő üzemmérnökségének vezetőjét. Jó napot kívánok, köszöntöm a nézőket. Tibor, először is tisztázzuk, hogy pontosan melyik strandok tartoznak a Soproni Vízmű ZRT kezelésébe. Feladatunk a Soproni Lővér úszoda, illetve az ahhoz tartozó strandnak a üzemeltetése, emellett két természetes fürdőhely van még, ez egyik a Tomalom fürdő, másik pedig a Fertőtő vízitelep egyetlen magyarországi strandja. Jellemzően ezek városi tulajdonban lévő strandok, kivéve a Fertőtavi vízitelep, ahol magyar állam a tulajdonosa. Társaságunk 2002. március óta működteti ezeket a strandokat, hát jogszabályoknak megfelelően. Megnyitotta a kapuit mindegyik strand. Egyszerre nyitottak meg? Nyilván az úszodának a fedett része persze, hát az nyitva volt egész évben. A strandok nyitvatartása az egységes. Május, jellemzően május utolsó hétvégén, idén 28-án nyitottunk meg, és augusztus 31-ig leszünk nyitva. Természetesen ezen kívüli időszakban is látogatható, például a Tomalom fürdő szeptember 30-ig, a Fertőtó az pedig egy szabadon átjárható közparkként üzemel. Ezt követően hatósági helyszíni szemlék május végén megtörténtek, minden jogszabályban lefektetett feltételrendszert teljesítettünk, emiatt aztán programszerűen 28-án meg tudtunk nyitni. Egy-két példát tudna mondani, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni nyitás előtt, milyen vizsgálatokat végeznek el? Hát ez egy eléggé összetett és hosszú folyamat, és költséges is, azt kell mondjam. Tehát nyilván egy 8 hónapos leállás után indítjuk újra a szabadtéri fürdőket, illetve a strandokat. Hát jellemzően medencés fürdőnél a medencék karbantartásával, a zöldföld karbantartásával indul, valamint a vízforgató berendezéseknek a beüzemelésével. Itt nyilván ez egy összetettebb műszaki feladat. A természetes fürdőhelyeknél jellemzően a meder karbantartása, a zöld terület karbantartása és hát a technikai és személyi feltételeknek a biztosítása a feladat, amiből mindig is legnehezebb volt a személyi feltételeknek a biztosítása. Hát jelenleg is a 25 idény munkás munkakörből 5 betöltetlen. Tehát ez annyit jelent, hogy még várják akkor ezekre a munkakörökre a jelentkezőket? Ez így van, diákokat, illetve felnőtt korú személyeket is várunk gyakorlatilag mindenféle munkakörbe. A megnyitás előtt gondolom a vízminőségét is vizsgálni kell a szabadtéri fürdőhelyeknél. Ez megtörtént-e, illetve mik voltak a tapasztalatok? Hát nem csak a szabadtéri fürdőhelyeket, hanem nyilván a fedett úszodának is vannak jogszabályi kötelezettség, amiket be kell tartani. Ilyen egyik a természetes fürdőhelyeknél egy 2008-as kormányrendelet, ami rendkívüli részletességgel leírja, hogy milyen feltételeket kell biztosítani. Ilyen például a vízmintavételeknek a gyakorisága. Legkorábban a nyitás előtt egy hónappal kell vízmintát venni a természetes fürdőhely vízéből, illetve a szezonban összesen 4 alkalommal, ez bakteriológiai vizsgálatokat jelent. Hát egyre több ilyen ellenőrzést kapunk, hát a 2015 évi adatokról tudok beszámolni. A 3 fürdőben összesen 22 alkalommal volt hatósági ellenőrzés, jellemzően katasztrófvédelem, népegészségügy, fogyasztóvédelem, illetve a NAV jár hozzánk. Gondolom az átlagos strandolókat az érdekli, hogy jó-e a víznek a minősége. Mit tudna mondani erre a kérdésre? Hát szintén a jogszabályra kell hivatkoznom, ott igazából a fürdővizeknek a profilját a hatóság állapítja meg. A legutóbbi felülvizsgálat során a Fertőtavi víz is, illetve a Tómalmi víz is kitűnő minősítést kapott. A fedett úszodához kapcsolódó strandnál ott más jellegű ügye ez a vízmintavétel, ott nincsenek ilyen profilok meghatározva, ott jellemzően határértékek vannak, amiket a havi gyakorisággal elvégzett vízmintavételek során ellenőrzünk, ott szintén mindegyik határértéken belül volt.
Gondolom arról még korai lenne beszélni, hogy az idei szezonnak mik a tapasztalatai. Inkább foglaljuk össze a tavalyit, jó, hogy mennyi vendégük volt összesen a strandokon, illetve hogyha lebontva is el lehetne mondani. Hát Tómalomfürdő, ami talán meglepő, legalábbis a feltöltőhoz képest, ott közel 25 ezeren látogatták a strandot 2015-ben, bár azt hozzá kell tenni, hogy egy nagyon jó szezon zártunk, talán ezt elmondhatjuk. A feltöltő vízitelepen ehhez képest 31 ezeren voltak, az úszodában, itt Sopronban közel 60 ezerre látogattak el hozzánk. Egyébként a vízműhöz tartozó strandok összesen 260 ezer vendéget fogadnak évről évre, ebbe természetesen a fedett úszoda is beletartozik. A Lővér fürdő egyébként összesen egy évben több mint 200 ezer vendéget fogadott. Ezt lehet tudni, hogy mi alapján választanak a vendégek? Tehát miért pont azok mennek mondjuk Tómalomra, akik mennek? Van-e különbség, hogy mondjuk a kis gyerekes családosok inkább az egyik strandot választják, az idősebbek inkább a másikat? Hát igyekeztünk a három strandot árszínvonal tekintetében is, hát egymáshoz képest viszonyítva belőni. E tekintetben is tudnak válogatni a hozzánk érkező vendégek. Hát jellemzően a soproni úszodában helyiek és a közvetlen környezetünkből érkezők, valamint a szállodákban megszálló vendégek érkeznek. Tómalmon szinte kizárólag helyi, illetve soproni vendégünk van. A Fertőtón viszont a vendégeknek a 40%-a az jellemzően külföldi, hát inkább osztrák. Mi múlik azt, hogy jó-e egy szezon kizárólag az időjáráson? Hát a tapasztalat az, hogy sajnos már egy nap kánikula nem elég az embereknek, amit mi látunk, hogy 2-3 nap után jut eszükbe a strand, úgyhogy nekünk mindenképpen az a előnyös időjárás, hogyha nem egy-egy nap kiemelkedő, hanem egy hosszabb 2-3 hetes időszakban kánikula van, akkor egyértelműen megnövekszik a vendéglétszám többszörösére az átlagos vendéglétszámhoz képest. És tavaly sok ilyen kánikulai nap volt, ahogy emlékszem. Hát ez így van, a 14-es év az ez egy hát rendkívül alacsony vendéglétszámmal zártunk, viszont a 15-ös év egy picit kárpótolt minket, úgyhogy az elmúlt 10 évben nem fogadtunk ennyi vendéget, mint 2015-ben. Figyelik egyébként az időjárási előrejelzéseket? Hát kénytelenek vagyunk, főleg a természetes fürdőhelyeken, hiszen mindenféle természeti jelenség, lehet az erős széllökés, lehet az vihar, tekintettel kell lennünk, és hát folyamatosan tájékoztatnunk kell a vendégeket. Tehát például, hogyha mondjuk egy nagy vihar közeledik, akkor előfordulhat, hogy előbb bezár a strand, mint ahogy bezárna. Hát ami feladatunk az az, hogy a fürdőhelyet ki kell üríteni. Ez jellemzően a víz felületre vonatkozó előírás. Magát a strandot nyilván nem ürítjük ki. Természetesen, ha sor kerülhet rá, vagy sor kell, hogy kerüljön rá, akkor kiürítjük, de egyébként erre nem volt példa. Kell-e valamilyen változásra készülni a vendégeknek, akár gondolok itt mondjuk az árakra? Két helyszínen volt a tavaly évi inflációnak megfelelő díjemelés, a Lővérfürdőben, illetve a Tómalmon. A Fertőtón 2013 óta nem változtak a belépőjegyek. Hát igyekszünk ezeket minimális szinten tartani, de hát sajnos a mi költségeink is folyamatosan nőnek. Gondolok itt a vízmintavételekre, hatósági ellenőrzésekre, illetve hát a technikai feltételek biztosítására, a személyi feltételek biztosítására. Mégis nagyságrendileg mekkora emelésre kell gondolnunk? Hát ez 3%-ot tesz ki bruttóban. A jegyárakhoz képest ez talán elviselhető még. Beszélgessünk egy kicsit arról, hogy milyen írott és íratlan szabályokat kell betartania a strandon ahhoz, hogy mindenki balesetmentesen tudjon kikapcsolódni, és hogy ne zavarja a többieket. Hát ugye ez több fórumon elhangzott már, hogy a strand, főleg a medencés fürdők, az egy fokozottan veszélyes, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, egy hely, ez egy ilyen helyszín. Tehát aki a szabályokat betartja, és a ott felügyelő kollégáknak az utasításaira hallgat, azok nagy eséllyel elkerülik ezeket a baleseteket. Nálunk az elmúlt években
jellemző baleset az gyakorlatilag a daráscsípés, illetve a horzsolásos esetek száma, ami nem is a medencébe történik meg, hanem a szabad területen focizás vagy épp erőplodázás közben, de mindenképpen figyelnünk kell az elfogyasztott alkoholra, nem szabad az éjszakai műszakból mondjuk egyből a strandra jönni, mert ha fáradt az ember, fáradékony, akkor nyilván máshogy viselkedik a szervezete. Mind a három fürdőnknél megfogalmaztunk fürdőzési tanácsokat, ezeket javaslom mindenki olvassa el, és hát figyeljen oda magára, de legfőképpen a gyerekekre. Kutyát lehet vinni valamelyik strandra? Tehát a közegészségügyi előírások egyértelműek, és nem is lehet benne kompromisszum. Én nem a kutyákra élezném ezt ki, hanem élő állatra. Tehát élő állatot egyik strandra sem szabad bevinni, ettől egyetlen egy kivétel van, pontosan kettő, az egyik a vakvezető kutya, a másik pedig a vagyonőrzésre használt kutya, amit külön engedély alapján engedélyeztetni lehetne a hatósággal. Úgyhogy hát természetes fürdőhelyeknél ez még a védőterület határára így is kiterjed ez a tiltás. Még egy kicsit beszéljünk végül az értékmegőrzésről, nagyon fontos téma ez is. Mit javasolna a fürdőzőknek? Hát egyrészt csak azt hozzák magukkal, ami nagyon muszáj. Én személy szerint nem szoktam iratot vinni a strandra, hogy őszinte legyek. Annyi készpénzt visz az ember a családjával együtt, amennyire szükség van, és hogyha teheti, akkor használja ki azokat az ingyenes értékmegőrző szekrényeket, ami egyébként mind a három strandon rendelkezésre áll. Tibor, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és jó szezont kívánok Önöknek. Nagyon szépen köszönjük. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, nézzék ezután is a Sopron TV-t. Viszontlátásra!